Két év beteges álmok futása ért véget a romákkal kapcsolatban, hiszen két évig nem tudott a hazai cigányság békében élni Magyarországon. Két évig nem tudtak nyugodtan aludni, nem tudták biztonságban érezni gyermekeiket, unokáinkat, hiszen féltek attól, hogy a gyilkos ideológia, a gyilkos eszme és maga a gyilkos bármikor álmukban rátörhettek a családra és bárkit kivégeznek, ahogy ezt láttuk az elmúlt két évben. Nyilvánvalóan mindenféleképpen köszönet jár a rendőrség vezetésének, a rendőrségnek, köszönet jár a köztársasági elnöknek következetes kiállásáért, köszönet jár Bajnai Gordon miniszter úrnak, aki szintén következetesen kiállt a negatív politikai hatás, várható negatív politikai hatás ellenére, és köszönet jár minden parlamenti pártnak, aki felvállalta és következetesen kiállt a gyilkosságok megszüntetése tekintetében. Úgy gondoljuk, hogy ezzel egy fejezet lezárult, és el kell kezdeni, vagy legalábbis el lehet kezdeni egy új fejezetet a hazai cigányság és a magyarság között. És el kell, hogy kezdődjön, vagy meg kell teremtsük egy új kiegyezés alapjait. Az új kiegyezést én az alatt értem, hogy meg kell, hogy békéljen egymással roma és nem roma ember ebben az országban. Nem lehet ellensége, ellenfele, riválisa szegény roma ember a szegény magyar embernek. Az új kiegyezés alapját szolgálja az, hogy a hazai roma társadalom és az ország szegénységben és nyomorban élő egyharmadának az élethelyzetének a javítását el kell, hogy kezdje a kormány megtervezni, és ebben óriási feladatot és felelősséget hajlandó vállalni az országos cigány önkormányzat. Mindjárt tudjuk, hogy az elmúlt 20 év politikai magatehetetlenség és tenni nem akarás juttatta ide gyakorlatilag az országot, hogy a roma társadalmat fel tudták mutatni politikai bűnbakként, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy 20 éve nem tudtuk a roma társadalmat a munkaerőpiacon elhelyezni, 20 éve nem tudtunk a hazai cigányság élethelyzetén javítást eszközölni, és sajnos hozzájárult az is, hogy a romákkal szembeni előítélet, a romákkal szembeni következetes bűnbak képzése az egyes politikai ideológiák hát térnyerésének köszönhető az, hogy ez a dolog idáig fajult. Ma úgy gondoljuk, hogy egy szolidáris, egy békés, alapokon nyugvó országot kell tudnunk építeni, és ebben óriási szerepe van önöknek, médiáknak. Óriási szerepe és felelőssége van nekünk, roma vezetőknek, és talán még nagyobb a felelőssége a magyar politikai elitnek. Én bízom abban, hogy romák integrációja tekintetében nem külön-külön terveznek programot a parlamenti pártok, a közjogi méltóságok, hanem függetlenül attól, hogy mit hoz jövőre az országgyűlési választás, közös összefogással megpróbálják enyhíteni a romák nyomorát, a romák foglalkoztatási, hogy mondjam, negatív mutatóit, és megpróbálják közösen velünk együtt a romákat a tartós munkaerőpiacon elhelyezni. Úgy gondoljuk, hogy új programot kell készíteni a mostani kormánynak, ezért sürgősen találkozót kértem Bajnai Gordon miniszter úrtól, és az OCÖ kész, és illetve ki is dolgozott már egy szegénységet enyhítő programot, amelyben roma és nem roma szegények egyaránt kapnának lehetőséget a saját élethelyzetük javítása tekintetében. A gyilkosok kézre kerítésével nyilvánvalóan a roma társadalom kint vidéken nem nyugodt. Nagyon sok településről, ahol gyilkosságok voltak, hívtak engem. Hát van, aki megnyugtatóan, és van, aki kérkedve fogadta a gyilkosok kézrekerítését. Nagyon örülök annak, hogy a magyar rendőrség a helyzet magaslatán van, a gárda feloszlatását követő bírósági határozat végrehajtása tekintetében, hiszen látjuk, hogy egyenruhában nem engednek meg semmilyen félelemkeltésre utaló masírozást.
Ezért megint csak a magyarországi cigányság nevében köszönetet szeretnék mondani a rendőrségnek, az igazságügyi minisztériumnak és mindenki, minden rendőrnek, aki ilyenkor a bírósági döntésnek, illetve a magyar demokráciának megfelelően figyel az ország rendjére, illetve az emberek testi épségére.